testületi ülés Terézvárosban. Húsvéti készülődés a 6. kerületi óvodákban. Gyermekvédelmi konferencia Terézvárosban. Állampolgársági eskük a 6. kerületben. Általános iskolai beiratkozások április 8-án és 9-én. Szakmai konferenciát tartott a Teréz Zénó a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban. Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten. Március 27-e Színházi Világnap. Tojás Múzeum Pilisvörösváron. Köszöntöm nézőinket, április 1-e van, én Kardos Imre Milán vagyok, önök pedig a Terézvárosi Híradót látják. Nézzük híreinket. Március 28-án került sor a Terézvárosi Képviselőtestület rendes havi ülésére. A testület napi rendjén volt többek között a lakóközösségek kapufigyelő rendszerének kialakításához nyújtandó rendelet megalkotása is. A képviselőtestület rendes ülésen tárgyalta egyes szociális és gyermekjóléti rendeletek módosítását, a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását. Mindezek mellett napirenden volt a Terézvárosi Önkormányzat 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása és a Terézvárosi Gondozószolgálat alapító okiratának módosítása is. A képviselőtestület nyílt ülésen hallgatta meg az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi üzleti tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot, és tárgyalta még a Terézvárosi Önkormányzat értelmi fogyatékosok napközi otthona szakmai programjának jóváhagyását is. A terézvárosi óvodákban napok óta készülnek a húsvétra. Az óvisok nagy örömére múlt héten Hassai Zsófia polgármester, Bundula Csaba és Óvári Gyula alpolgármester látogatást tett a kerületi óvodákban, kosarukban a húsvéti nyúl ajándékaival. A Szondi utcai Patrona Hungaré óvodában és a Fasori Kicsinyek óvodájában a gyermekek már napok óta készülnek a húsvétra. Nagy örömmel fogadták Hassai Zsófia polgármester asszonyt, aki megrakodott kosárral érkezett. Az óvisok közül volt, aki énekkel, s volt, aki rögtönzött táncbemutatóval köszönte meg a nem várt meglepetést. A Játékvár óvodában Bundula Csaba és Óvári Gyula alpolgármester tett húsvéti látogatást. A gyerekek itt is kitörő örömmel fogadták az őket ért meglepetést. Az idei év első gyermekvédelmi tanácskozására került sor március 25-én a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal nagytermében. A meghívottak között szerepelt a Terézváros valamennyi oktatás és nevelési intézményének vezetője, aki kölcsönös tapasztalatcsere után jelölték ki a kerület gyermekvédelemre vonatkozó irányvonalait. Információnyújtás, jogokról, ellátásokról, szolgáltatásokról való tájékoztatás, ügyintézésben való segítség, tanácsadás, ezzel is segítő beszélgetések. A tanácskozás csak nem 3 órán át tartott, s minden kerületi bölcsőde, óvoda, iskola, valamint a nevelési tanácsadó is képviseltette magát. Az említett intézmények mind az úgynevezett gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, akik a gyermekjóléti szolgálattal közösen dolgoznak. A gyermekjóléti szolgálat valójában akkor kerül ki be, amikor valamilyen veszélyeztető tényező mutatkozik meg a gyermek életébe. A kérdés az, hogy a jelzőrendszeri tagoknál melyik az az inger küszöb, amikor ő úgy érzékeli, hogy ez már egy veszélyeztetettség, és igazából ezekben a tudásokban egy platformra kerülnünk. Az elmúlt év tapasztalatainak összegzése mellett a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat ismertségének növelésére vonatkozóan is tettek javaslatokat a résztvevők. Nem kellőképpen ismerik a munkánkat és annak a felépítését, és ez itt a tanácskozáson ki is derült, és szóvá is tették a jelzőrendszeri tagok, és erre mi magunk is már próbáltunk felkészülni, hogy szórólapokkal és egyéb gyakorlati megoldásokat találni arra, hogy minél inkább megláttassuk és kidomborítsuk a munkáknak a lényegét és eszközeit. Nagyon fontos, amit mi eddig is tudtunk, de most itt ma kimondódott az, hogy vannak hiány területek, például ugye a korrepetálás nem megoldott a kerületben, a nyári korrepetálás pótvizsgára való felkészülés. Fontos, hogy egy kicsit jobban megvilágítsuk, hogy pontosan mi mentén dolgozzunk, pontosan mit csinálunk a gyermekjóléti szolgálaton belül, miben tudunk segíteni, és hogyan tud hatékonyan együttműködni a jelzőrendszer. Március 27-én ismét magyar állampolgársági eskütételre került sor Terézvárosban. Ezúttal összesen 19-en tettek magyar állampolgársági esküt Hassai Zsófia Terézváros polgármester előtt az Oktogonon található házasságkötőteremben. Elérkeztünk a honosítás ünnepélyes pillanatához.
A magyar állampolgársági esküt idáig több mint 500-an tették le Terézvárosban. Az egyszerűsített honosítási eljárást a külföldön élő határon túli magyarok is benyújthatják, ha magyar nemzetiségüket okirattal bizonyítani vagy valószínűsíteni tudják. A honosítási kérelmet több helyen is le lehet adni. Többek között 2200 magyar anyakönyvi hivatalban, több mint 90 külképviseleten, a bevándorlási és állampolgársági hivatal megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a kormányablakoknál is. A honosítási okmányok átadása után a Terézvárosi Önkormányzat nevében Hassai Zsófia polgármesterasszony egy pohár pezsgő kíséretében gratulált az immáron magyar állampolgároknak. A közelmúltban a terézvárosi gyermekek szülei bepillantást nyerhettek a környező iskolák életébe, ezzel is elősegítve az iskola választást. A 2013-2014-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásokra 2013. április 8-án hétfőn és 9-én kedden kerül sor 8-tól 18 óráig. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára beiratni. Az első évfolyamra történő beiratkozáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint az iskola érettséget tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A Terézénó 20 éves fennállásának ünnepi rendezvény sorozata keretében fővárosi szintű szakmai konferenciát rendeztek az értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozó nappali szociális intézmények vezetői részére. Az eseménynek a Terézvárosi Gyermekkönyvtár olvasóterme adott otthont. Az intézmények vezetői az zord időjárás ellenére, főleg a külső kerületekből szép számmal képviseltették magukat a szakmai egyeztetésen. A fővárosi intézmények képviselői kitörő lelkesedéssel fogadták a konferencia ötletét, hiszen szükséges számukra egy fórum, ahol megoszthatják tapasztalataikat. Az eseményen szó esett az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége februári konferenciájáról, a Budapesten megrendezendő atlétikai kupáról és a Fővárosi Művészeti Fesztiválról is. Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal címmel tartott sajtótájékoztatót dr. Pesti Imre, Budapest főváros kormány megbízottja, valamint dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere a fővárosi kormányhivatal Deák termében a múlt héten. Az eseményen beszédet mondott dr. Tóth Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya is. 2013. március 1-ével a Fővárosi Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, a Budapesti Rendőrfőkapitányság, valamint a Józsefvárosi Önkormányzat egy olyan program megvalósításába kezdett, melynek közvetlen célja az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már bűncselekmény áldozattá vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele, az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakításával, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és összekapcsolásán keresztül. Józsefváros önkormányzata és Budapest rendőrfőkapitánysága konzorciumi tagként vett részt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP pályázati felhívásán. A főpályázó Budapest főváros kormányhivatala volt. A pályázat keretein belül megpróbáljuk azokat a hivatalos szerveket, illetve a civil szervezeteket bevonva oktatni, tájékoztatni, képezni, hogy az áldozatokkal megfelelő empátiával foglalkozzanak, illetve a legnagyobb hangsúlyt a prevencióra fogjuk majd helyezni. Az elnyert támogatás több mint 118 millió forint, mely összeg a benyújtott pályázat tartalma szerint oszlik meg a partnerek között. Így Józsefváros önkormányzata 19,7 millió forint támogatásban részesült. Ez egy jelentős összeg, és ennek a felhasználásáról is megszülettek a szükséges döntések. Először is egy szociológiai felmérést fogunk készíteni a lakosság tájékozottságáról arra vonatkozóan, hogy tisztában vannak-e azzal, különösen a legveszélyeztetettebbek, az egyedül élő idősek, hogy milyen
módon válhatnak áldozattá. Tisztában vannak-e azzal, hogy milyen módon kaphatnak segítséget? Aztán a szakemberek fel fogják készíteni az érintetteket, az érdeklődőket ilyen helyzetekre, ilyen lehetőségekről tájékoztatják őket. Bevonjuk a kerület állami és nem állami szervezeteit ebbe a munkába. Nyilván a náluk felhalmozódott tapasztalat nélkülözhetetlen ebben a folyamatban. És elindítunk egy olyan konferenciasorozatot is, melyben az előbb említett, sőt ez már el is indult, melyben az előbb említett csoportok, a potenciális áldozatok segítséget kaphatnak tréningeken, előadásokon, szituációs gyakorlatokon keresztül. 1962 óta március 27-e a Színházi Világnap, ez alkalomból számos programmal várták a közönséget országszerte. A hagyományoknak megfelelően március 27-én este adták át a Gobi Hilda és a Kállai Ferenc életműdíjat, a pályakezdő tehetségek elismerésére létrehozott Sós Imre díjat és a fiatal rendezők munkáját értékelő Vámos László díjat, valamint a Szabadtéri Színpadok Szövetsége által alapított Amfiteátrum díjat. Szintén a gálaesten adták át a Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központjának elismerését, a Hevesi Sándor díjat, amelyet évente három olyan művész, kultúra közvetítő kap, aki a legtöbbet tette a magyar színházművészet nemzetközi megismertetéséért, elismeréséért. A Színházi Világnapot a Nemzetközi Színházi Intézet közgyűlésének határozata alapján 1962 óta tartják meg március 27-én, annak emlékére, hogy 1957-ben ezen a napon volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója. Idén Dario Fo olasz drámaíró, színész-zeneszerző üzenetét olvasták fel a színházakban az előadások előtt. A Magyar Színházi Világnap gálaestjének ezúttal a Veszprémi Petőfi Színház adott otthont. A díjátadó gálán a MASZK és a kulturális tárca által alapított Gobbi Hilda életműdíjat Pándi Lajosnak, a Víg Színház nyugalmazott színművészének adták át. A Sós Imre díjat idén Petrik Andrea, a Radnóti Színház, és Rusznák András, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze kapta. Vámos László díjjal Rátóti Zoltán színművészt, rendezőt, a Kaposvári Csiki Gergely Színház igazgatóját jutalmazták. A Kállai Ferenc életműdíjat 2013. március 27-én Máté Erzsi, a Nemzet színésze, és Csákó Béla, a Pesti Magyar Színház szenikusa, műszaki vezetője vehette át. Az Amfiteátrum díjat idén Mátyás Irén, a Zsámbéki Színházbázis igazgatója kapta. Hevesi Sándor díjjal tüntették ki Gedeon Józsefet, a Gyulai Várszínház igazgatóját, Kell Zsolt díszlettervezőt és Mundrocó Kornél rendezőt is. A keresztény világ egyik, hanem a legnagyobb ünnepe a húsvét. Megemlékezésére, megünneplésére már hetekkel előtte készülnek az emberek, s kiki vallásának hitének megfelelően teszi ezt. A Molnár Sándor által létrehozott 4 éve működő Pilisvörösvári Tojás Múzeumban is lelkesen készültek az ünnepre. A múzeumban közel 4000 csodálatosan elkészített művészi kivitelezési tojásban gyönyörködhetnek a látogatók. Mindezek mellett Molnár úr kőfaragómester színes mesékkel, történetekkel, anekdoták tárházával szolgál az ide látogatóknak. A történetek megismerésével újraértékelhetjük eddigi népművészeti és hagyományőrző ismereteinket. Önök a Terézvárosi Híradót látták. Én köszönöm a figyelmüket, maradjanak velünk, mert nem sokára folytatódik műsorunk. Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket a képernyőn látható telefonszámon is e-mail címen. Viszontlátásra!